Szép ütés, nagy D. Viszlát. Holnap ugyanekkor. Hey, nagy D. Megint elvertél egy kis kölyköt? De én nem sírok álmomban. Ne öld meg Cedricet! Miről beszélsz? Hey! Mit csinálsz? Semmit nem csinálok. Ó, nem. Állíts le! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Veszély a varázsló közösségre? Önvédelem volt! Hello, Harry! Látom, a rendtagoknak sikerült biztonságban ide juttatni téged. Miután végzett a pakolással. Viszlát, Harry! Igen, kösz, Tonks. Üdv a Grimoire tér 12-ben, a Főnix rendjének fű hadiszállásán. Hogy milyen rend? Titkos társaság, aminek tagjai legutóbb is Voldemort ellen küzdöttek. Hadd vezesselek körbe. Mit csinálsz mostanában? Semmit. Csak te mulattál itt a rendfő hadiszállásán. Ugyan már. Leginkább csak anyunak segítettünk takarítani. Mrs. Weasley érzékeny a rendre. Segítenél nekem? Át kell pakoljam a holmit ahhoz a falhoz, hogy a mama feltakaríthassa a padlót. Semmi baj, Harry. Nem Dursleyéknél vagy. Használhatsz mágiát. Javaslom az invitó és a depulzó használatát. Jól hangzik, de azokat még nem tanultam. Csináld utánam. Gyakoroljuk először az invitót. Ezzel a székkel fogom megmutatni, hogyan. Először célozz a székre, Harry. Aztán mozgasd így a pálcádat. Aztán mondd... Invitó! 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 Ez az! Mutasd meg újra! Pompás! Most mutasd meg Ginny-nek még egyszer! Remek, Harry! Invitó! Így majd gyorsabban megy. Lehet, hogy már teha előtt végzek. Az invitó remekül működik, ha tárgyakat akarsz magadhoz vonzani. A depulzóval ellökheted őket. Csak célozni kell, inteni a pálcáddal így, és azt mondani, depulzó! 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 Jól van. Jó néha varázsolni a változatosság kedvéért. Depulzó! Tehát át kell pakolnunk mindent innen oda. Így van. Anyu 5 percre abba hagyja majd a zsörtölődést. Láttad Ront vagy Hermione-t? Anyu sok feladatot adott, de a közelben lesznek. Nézzünk szét. Viszlát, Ginny. Hogy telt a nyár? Biztos jobban telt a nyarad, mint az enyém, ott Dursleyéknél. Dumbledore nem hagyta, hogy írjunk. Így látta a legjobbnak. Nagyon dühös volt, amikor a dementorokról hallott. Ha nem maradtam volna ott Dursleyéknél, talán az egész meg sem történik. Molly, téged is házi munkára fogott, Hermione? Barkácsolok. Akkor segítünk. A reparó bűbáj majd rendbe hozza. Figyelj, hogy csinálom. Célozz a törött tárgyra. Aztán legyintesz a pálcáddal, így, majd azt mondod, reparó! Reparó!
Reparó! Pazar! Most javítsd meg a következő tárgyat. Szép! Pillanatok alatt rendet rakunk ezen a szemétdombon. Kiváló! Gyerünk, Hermione, takarítsuk ki ezt a helyet! Hát, ha akkor Molly újra szóba áll velem. Gyere, hadd segítsen! Gyere, hadd segítsen! Ez egy romhalmaz. Sipornak kellene egy kis segítség. Sipor nem hagyná, hogy még egy házi manó betolakodjon úrnője házába. Ki az a Sipor? Egy semmire kellő manó. A többiek is találkozni szeretnének veled. Nézzünk utánuk. Mi volt a dementorokkal? Már a muglik közt sincs nyugalmad? Még jó, hogy Lupin megtanította az Expecto Patronumot. Még jó. Jó, hogy kicsapnak a Roxfordból, mert nem hagytam, hogy egy dementor megcsókoljon. Nem sokára ismét a Roxfordban lesztek. Ha ennyi ideig tart összepakolni, akkor soha. Akkor hadd segítsünk. A Wingardium Leviosa következik, a lebegtető bűbáj. Jól figyelj, célozz a ruhákra, majd mozgasd így a pálcádat. Wingardium Leviosa! Most, hogy a levegőben vannak, mozgathatod is a ruhákat, így, látod? Ha szeretnéd őket belepottyantani a ládába, csak törd meg a bűbájt. Wingardium Leviosa! Ez az. Mindjárt készen is vagyok. Nagyszerű! Gyakorolj tovább! Ez az. Mindjárt készen is vagyunk. Ez az. Most pakoljuk össze a többi holmit. Kösz. Hogy lett ilyen rendetlen a szoba? Wingardium Leviosa. Hasznos, ha tárgyakat akarsz mozgatni ide-oda. No, meg ha távol akarod tartani magadtól Ron használt zokniát. Hermione utána olvasott. Azt mondja, nem csaphatnak ki, életveszélyben használhatsz mágiát. Igen. De mit kerestek ott a dementorok? Ez nagyon jó kérdés. Most sietek, a rend megbeszélést tart. Te pedig keresd meg a barátaidat, Harry. Vajon fontos megbeszélés? Keressük meg a többieket. Jó estét. Mindenki rád vár, ide bent vannak. Dumbledore az. Arra gondolsz, amire én? Használhatjuk a láthatatlanná tévő köpenyt, de nehéz az őrség fenntartása. Tudod, milyen fontos ez Voldemortnak? Ki kell találnunk, mit hogy... Hallasz? Voldemort valami fegyvert keres. Biztos olyasmi, amivel tömegeket ölhetne. Ssss! A megbeszélésnek vége. Gyerünk ágyba, mielőtt anya elkap. Én remélem, hogy a mieinknél van. Ja. Mindjárt ott vagyok. Mindjárt. Tedd oda, Harry! Tízes tárgyaló? Teljes vizengámon? Kiskorú varázs használat miatt? Rendet! Rendet! A vád képviseletében... Üdvözölnénk még az új sötét varázslatok kivédése tanárt, Dolores Umbridge professzort, aki... Köszönöm, igazgató úr. A mágiaügyi miniszter mindig is különösen fontosnak tartotta az oktatást. Az öncélú újítás ugyan nem helyén való,
de meg kell találni Karamel az barátja, egyensúlyt ott a régi és az új között. Rendkívül brilliáns. Meg kell őriznünk, ami erre fontos dolgok is vannak. És a tilalmas praktikáknak elejét kell vennünk. Köszönöm, Umbridge professzor, az újaknak pedig üdv a Roxfordban! Ron, gratulálok, hogy prefektus lettél. Nem hittem, hogy az leszek. Rád tippeltem. Nem, túl sok bajt okoztam. Igen, lehet. Gyerünk, siessünk a társalgóba. Ideje volna kivizsgálni a tanárt. Hé, Harry! Észrevettétek, hogy Hagrid nincs itt? Biztos a rendügyeit intézi. Csendesen! Csendben, még levon a pontjaimból. Minden esetre, ha nem sietsz, Hermionét morózus hangulatban találod. Mit tehetünk? Egy lángész, nem? Szavamra, ez egy lángész. Ja, a tekergők térképe. Esküszöm, hogy rosszban sertikálok. Csíny letudva. Siess a felső szintre. Tudod, milyen Hermione, ha elkísér. Tűnés, Potter! Hogyne. Szia, Harry. Szia, Cho. Nos, csak gondoltam, köszönök. Jól telt a nyár? Már eltekintve a meghallgatástól, és hogy majdnem kicsaptak. Ezt Hornádok jelvény? Te is nekik szurkolsz? De igen. Viszlát, Harry. Mindenki azóta szurkol nekik, amióta megnyerték a bajnokságot. Gyerünk a társalgóba. Nem várhatjuk meg Hermionét. Elmondom, Mr. Fitch. Milyen szó? Nem tudom. Hát te? Nem tudod. A prefektusok nem tudják előre. Valami olyasmi volt, hogy olyan... Szóval... Nem tudom. Sok dolgot mondtak egyszerre. Szép. Hogy jutunk be? Belépés ilyen szóval. Persze, gyerünk! Keressünk valakit a Gryffindorból, és kérdezzük meg a jelszót. Még hogy én ittam meg a csokoládélikört, arcátlanság! Szia! Tudod, mi a jelszó a társalgóba? Mimbulus Mimbletonia. Helyes! Ez a prefektus teszt volt. Mozgás, Manó! Jelszó! Mimbulus Mimbletonia. Helyes! Hol voltatok? Nézd csak meg a hirdetőtáblát. De pulzom!
felfedeztél valamit, Harry? Myrtle? Hát találtam valamit. Ez a felfedezés, te kis buta. A Roxford tele van felfedezni való dolgokkal. Meg kell keresned őket. Amilyen szerencsénk van, találunk egy újabb titkok kamráját. Csak ezúttal pókokkal lesz tele. Nem pókokkal, hanem különleges dolgokkal, amelyeket legtöbben sosem látnak. Úgy érted, hogy van egy másik kamra? Nem kamra, inkább szoba. Akkor találtam, amikor a csövekben bujkáltam. Ha valaki felfedez valamit, mindig különleges dolgok tűnnek fel a szobában. Titkos dolgok. Szuper! Hol van ez a jutalmak szobája? Igen, kérdezz csak Myrtle-t. Myrtle mindent elmond. Hát ez egy titok, amire magatoknak kell rájönnötök. Kövér dámának nevezett. Hihetetlen, nem? Hihetetlen. Dupla bájítaltam van hétfőn. Keressük meg Neville-t. Még biztos nem nézte meg a hirdetőtáblát, és Umbridge az új sötét varázslatok kivédése tanár. Talán ideje a térképre nézni. Megtaláltátok? Mit találtunk meg? A szobát, amiről beszéltem, kis buta. Ez a portré vezet oda. Hűha! Tényleg! Átkozott legyen ez a kacérlány! Mit akarsz? Mert valóban bántod az ember szemét. A jutalmak szobájába szeretnék jutni. Ha az óhajok fákon teremnének, nagyon könnyű lenne az élet. Inkább mást válasz. Jelszó kell a bejutáshoz? Nem hallottad? Azt mondtam, tűnés. Hát lehetséges. Vagy várhatunk itt, míg vissza nem jön Myrtle. Myrtle szereti Harryt. Ha Harry kéri, biztosan itt marad bármeddig. Mi? Tehát, vagy bemegyünk, vagy Harry megkéri Myrtle-t, hogy itt kísértsen. Örökre. Tetszik a kegyetlen kisugárzásod, kis hölgy. Befelé. És mondd meg annak a zokogó szellemnek, hogy tartsa távol magát tőlem. Amint felfedezel valami új dolgot, a fiolám nehezebb lesz. Nem is tudod, milyen szerencse, hogy a képek nem varázsolnak. Szia, Harry! Már vártam rád. Sok különleges dolgot találtál már, ugye? Még senki sem volt ilyen gyors, mint te. Remélem, még több dolgot fedezel majd fel. Akkor majd megtöltöd a mi különleges szobánkat, én pedig senkinek sem mondom el, Harry. Ez a mi titkunk marad. Sok érdekes dolog van itt. Vajon mi jöhet még? Ki átkozott meg veled? Minden felfedezésedtől jobban fáj a karom. Mindig ilyen bolond. Nyilván igen. Vigyázz, ez bolond. Hogyne. Húzom!
Jó napot! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Jössz mit dicsezni? De dolgom van. Segíteni a házitét? Jó, miért ne? Csapatunkban van, nyerő vagyunk. Rég nem jártál már a titkos szobánkban. Meg kell nézned, mi van most odabent. Itt van Neville. Ne fogd rám azt a pálcát. Úgy látszik, bajba keveredett. Fogd rá a pálcát, Harry. Hey! Tűnés, Potter! Megmondom apámnak. Kösz. Rájuk szóltam, hogy ne szekálják az elsősöket. Erre rám szálltak. Legalább megpróbáltad. Ezt nem tiltotta a házi rend? Siessünk sötét varázslatok kivédésére. Induljunk sötét varázslatok kivédésére. Szia, Harry! Szia! Siessünk sötét varázslatok kivé. Hátszállt a táskába! Rendes, bűbájos fokozat vizsgák. RBF. Tanulunk szorgalmasan, és jutalmat kapunk. Vagy ha nem, a következmények komolyak. Ebben igazából semmi sincs a védővarázslatok használatáról. Varázsolni? Nem tudom, minek kellene védővarázslatot használnotok. Ja, nem is tudom. Talán mert Voldemort visszatért. Ez? Hazugság. Nem igaz! Láttam! Harcoltam vele! Büntető munka, Mr. Potter! Este? Az irodámban? Most mindenki az első fejezethez. Alapok kezdők számára. No, ez jó volt. Hihetetlen, hogy nem hagy varázsolni az RBF évben.
Téged ez izgat? És hogy egy tanár nyilvánosan hazugnak nevez engem? Beszéljünk Freddel és George-al. Ők kiárták az ötödiket sötét varázslatok kivédéséből. Velük? Ők csak trükkökhöz értenek, igazi mágiához nem? Hát nincs mit veszítenünk. Gyerünk, keressük meg őket. Szia, Harry! Hello, Harry! Minden rendben? Potter béna! Szia, neked is! Haver, keressük meg Fredet és George-ot. Wingardium Leviosa! Beszélgessünk kicsit a festményekkel. Ja, az úr is lenne. Miért? Tudnál szerezni nekem? Milyen óra? Elveszett az óra. Kölcsön adnál valaki a bakját? Ha gyakorlod velem a csillagcsúszást, akkor segít. Szerinted mi a kérdés? Megnézhetem a könyvet. Bocs, kérd meg valaki mást. Mi értelme? Ott vannak. Hello, prefektusok. Jöttél megnézni, miben sántikálunk? Mi érdekel, Harry? Mit akarsz kérdezni? Umbridge-ről van szó. Semmi hasznosat nem tanít sötét varázslatok kivédéséből. Hallottuk. Szóval, segítsünk? Mit gondolsz, George? Szerintem ezeknek a kezdőknek az alapoktól kéne indulniuk. Pálcát elő! Nos, a legjobb ellenfél a... Pálca nélküli ellenfél. Bemutassuk, George. Örömmel, Fred. Most figyeljetek! Kapitulálsz! Kiváló, George! Tisztára, mintha ébren lettél volna órán. Most te próbáld, Harry. Kapitulátus! Megcsináltad! Jó! Most tanítsd meg! Szép volt! Még Ron is megtanulta. Tűnés! A kapitulátusz már megy, de ha le kell törölni a mosolyt egy mardekáros képéről, nincs párja a stupornak. Fred be is mutatja. Stupor! Nem rossz. Most te jössz, Harry. Képzeld, hogy Malfoy vagyok. Stupor! Megcsináltam! Jó! Oh. Nem rossz. Nem is rossz. És most elnézést. Nem érünk rá. Mennünk kell, találkozóink vannak. Gyakoroljátok a varázslatokat, amikor csak ráértek. De kint gyakoroljuk? Bármelyik mardekáros megteszi. Viszlát később! Harry, jelentkezned kéne a büntetésre. Várunk, ha kikerülsz Umbridge irodájából. Igen. Sziasztok! Bajt keresel, Potter? Tessék! Tessék!
Artus! Stupor! Nem győzhet! Jó estét, Mr. Potter! Tudja, miért hívtam ide? Igen. Mert igazat mondtam. Én döntöm el, hogy mi igaz. Mi az ott a kezeden? Azt hittem, Umbridge feladatot írt veled. Beszéljünk Hermione-val. Biztos tud valamit a kezedre. Hermione, nézd, mit tett Umbridge Harryvel! Az a nő tényleg egy szörny. El kell mondanod Dumbledore-nak. Nem teszek Umbridge-nak ilyen szívességet. Egy kis szűrt pácolt murtlapcsápoltat megnyugtatná a sebet, de meg kell néznem, hogyan kell elkészíteni. Kitalálom. A könyvtárba kell mennünk. Miért talán? Allergiás vagy a könyvekre, Ron? Hé, te ott lent! Thank you.